A Szerencsi Bólya János Katolikus Általános Iskola adott otthont február 26-án a hegyalja matematika versenynek. A harmadik tól a osztályos tanulóknak meghirdetett tudáspróbán 322 kis matematikus mérte össze a tudását. A 26. alkalommal megrendezett tantárgyi vetélkedőt Kisné Nagy Angelika, az Oktatási Intézmény igazgató helyettesen nyitotta meg. A házigazda iskola vezetője gratulált a diákoknak, hogy a humán tantárgyak orientált világában a megjelent versenyzők a matematika tudásuk gyarapítását választották. Az alsó tagozatosoknak 60 perc, míg a felsősöknek 90 perc állt rendelkezésükre arra, hogy kidolgozzák a logikai, számítási, probléma megoldó és geometriai feladatokat tartalmazó feladványokat. Az idén szerencsén kívül további négy helyszínen fogadták a jelentkezőket. Encsen, Homrogdon, Sárospatakon és Sátorai új helyen is megrendezték a vetélkedő első fordulóját. A hegyalja matematika verseny idei döntőjét március 26-án tartják, amelyre évfolyamonként a legjobb eredményt elérő 6-10 diák juthat be Abaújból és Zemplénből.